Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Városnapja Szekszárdon. 21-en vehettek át elismerést az önkormányzattól. Közösségi főzés. Hagyományteremtő céllal rendeztek közös főzést a Tolnai megyeszékhelyen. Újra szentelés. Újra megáldották a felsőnyéki katolikus templomot. Átadták Szekszárdon a városnapjához kapcsolódó elismerő díjakat hétfőn. A Tolnai megyeszékhely díszpolgára címet idén dr. Dobos Gyula, a Babits Mihály Művelődési Ház és a Tolna megyei levéltár korábbi vezetője vehette át. Összesen 21-en részesültek valamilyen elismerésben. Megállapítom, hogy az ünnepi közgyűlés határozat képes, az ünnepi közgyűlést megnyitom. 1905. augusztus 29-én megalakult Szekszárd első képviselőtestülete. Ez alkalomból ezen a dátumon a megyei jogú városban minden évben ünnepi közgyűlést tartanak, aminek során díjakat adnak át. Dr. Dobos Gyula, az egykori Babits Mihály Művelődési Ház és a Tolna megyei levéltár korábbi vezetője vehette át idén a Szekszárd városa díszpolgárának járó elismerést. Nagyon megható érzés, hogy szeretett városomtól ilyen elismerést kaptam. Amikor 64 évvel ezelőtt Szekszárdra kerültem, akkor biztos, hogy nem gondoltam ilyenre. Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet idén dr. Nagy Janka Teodóra, a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának tanszékvezetője, és posztumusz János Anna, a Tolna megyei felnőtt diabéteszesek egyesületének korábbi vezetője, a Polgárőrség és a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület hajdani tagja kapott. Gyurkovics János, a Tolnai megyeszékhely alpolgármestere, a díjátadó után azt mondta, a településen mindig is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy elismerjék azokat, akik kimagasló munkát végeznek. Ez pedig, mint ahogy régen, most is így van. Ez színvonalat és előrelépést jelent Szekszárd érdekében, életében, és hát gyakorlatilag folyamatosan számítunk a teljesség igénye nélkül, minden évben a maximális javaslatoknak eleget tenni. Szekszárdon a városnapja alkalmából idén összesen 21 díjat adtak át. Elismeréseket vehettek át a kimagasló munkát végző közalkalmazottak, a szociális és egészségügyi területen dolgozók, valamint civilek és egyesületek is. Ezen kívül rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársa. Egész hétvégén programok zajlottak Szekszárdon, a városnapjához kapcsolódva. A szervezők helyismereti sétával, színpadi produkciókkal és latintánc bemutatóval is kedveskedtek a kilátogatóknak. A sátrak alatt pedig finomabbnál finomabb ételeket kóstolhattak az emberek, melyek után akár egy pohár bort is elfogyaszthattak. Bográcsokban rotyogott a pörkölt, a halászlé és a babgulyás a Szekszárd városnapján rendezett közösségi főzésen. Több mint 200 fő tüsténkedett a 10 csapat színeiben a nap során, melynek célja a jó hangulat teremtése és a közösségépítés volt. Mindenki a saját, jól bevált receptjei, hagyományai szerint készítette el ételét. Jeszenka János, Battonyáról származó résztvevő elmondta, hogy az Alföldön az a szokás, hogy a krumplit és az erős paprikát is belefőzik a pörköltbe. A Navnyosz Pénzügyi Nyugdíjas Klubnak a képviseletében vagyunk itt. Egy vegyes pörköltet főzünk, nem úgy vegyes, hogy más se dolgokban van, hanem sertéspörkölt igazániból, de többféle húsból, oldalasból, csülökből, lapockából, combból készül a pörkölt. Elég jó mennyiséget főzünk, itt ilyen 13 kilót főzünk, azt számoljuk, hogy körülbelül leszünk olyan 28-an. A szervezők első alkalommal az idei majálison próbálták ki a közösségi főzés lehetőségét. Az érdeklődésnek köszönhetően azonban a városnapi rendezvénysorozatnak is részesévé vált. A Szekszárd városnapjának a hétvégéje hagyományosan arról híres, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ olyan programokat, olyan közösségépítő kisebb eseményeket szervez, amivel a szekszárdi civil közösségek, egyesületek, intézmények egymás között lehetnek, bemutatkozhatnak egymásnak egy kicsit, illetve jó hangulatba tölthetnek el egy napot. Itt most a sétányon a hátunk mögött ugye látható, hogy nagyon sok csapat jelentkezett arra a közösségi főzésre, amelyel egy picikét a régi Szent László napok
kapcsán azt a pörköltfőző versenyt próbáljuk visszahozni a köztudatba, picit megidézni, amikor annak idején a Béla Király téren ugye rengeteg, akár 1000 ember is egy időben főzött és kóstolgatta egymás kiváló ételeit. Az egész napos rendezvényen minden korosztály megtalálta a számára kedvező programot. A legkisebbek szórakoztatásáról ugrálóvár, a nagyobbakéről pedig latintánc bemutató gondoskodott. A lakbérek országos átlagban 23%-kal, Budapesten 25%-kal nőttek júliusban, az egy évvel korábbihoz képest, közölte hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal. Az egy hónappal korábbihoz képest országosan 2,3%-kal, Budapesten 3%-kal emelkedtek a kiadó lakások bérleti díjai. Sorrendben harmadik hónap volt a július, amikor az országos lakbérek több mint 20%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. A megyeszékhelyek közül Székesfehérváron voltak a legmagasabbak az árak, ahol 160 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, majd Győr és Veszprém következett. A legdrágábbak között volt még Debrecen 136 ezer, valamint Szeged 130 ezer forintos átlagdíjjal. Ezekben a városokban 13-30%-os drágulás ment végbe egy év alatt. A legolcsóbb megyeszékhelyek közé sorolható Salgótarján, Békés Csaba és Kaposvár is, ám ezek 90-97 ezer forintos átlagos bérleti díjai is 21-29%-os emelkedést tükröznek egy év alatt. A belügyminisztérium közzétette az útravaló és a roma nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj pályázatait. A program az általános iskola utolsó évfolyamától a diplomaszerzésig biztosít támogatást a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és hallgatók számára. A rendelkezésre álló 2,5 milliárd forintos keretből több mint 10 000 gyermek és fiatal részesülhet teljesítmény alapú ösztöndíjban, melynek összege az előző év tanulmányi végeredményétől függ, jelezték. Az ösztöndíj programnak 4 alprogramja van: út a középiskolába, út a szakmához, út az érettségihez és út a diplomához. Az útra való ösztöndíjakra szeptember 25-éig lehet pályázni, tették hozzá. Több mint 2 évtizede indult útjára Szekszárdon a léleképítő előadás sorozat, melynek keretein belül a szervezők olyan művészeket, tudósokat, politikusokat, elismert személyeket hívtak meg, akik példaként állíthatóak a közönség elé. A szeptemberben induló újabb évad első vendége Rost Andrea, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesnő lesz. Szeptembertől újabb évaddal indul a léleképítő előadás sorozat. Az előző szezont Varga Miklós, Máté Péter díjas magyar énekes, színművész, rockzenész előadása zárta a Garai János gimnázium dísztermében. A 22 éve induló közéleti programra a szervezők igyekeztek mindig olyan vendégeket meghívni, akik hivatásukkal, életszemléletükkel, személyiségükkel pozitív példaként szolgálhatnak a közönség számára. A léleképítőre olyan embereket hívok meg, akik a nemzet asztalára nemzeti szinten, vagy akár nemzetközi szinten, magas szinten letették a voksukat, Kossuth díjas művészeket, tudósokat, olyan kiemelkedő személyiségeket, mint Papp Lajos professzor, vagy éppen Béres József kutató. A szeptember 5-én induló évadra újabb illusztris vendégekkel készülnek a szervezők. Rost Andrea, Kossuth díjas operaénekest sikerült meghívni, akinek a Kerekvilág címe előadását fogjuk meghallgatni, majd október 3-án Csat Magdolna közgazdást sikerült megnyerni, hogy jöjjön el. Az előadásoknak minden hónapban a szekszárdi Garai János gimnázium díszterme ad otthont. Újabb jelentős áremelkedés jön a nem hatósági áron literenként 480 forintért tankolók számára szerdán. A dízel ára 30 forinttal 823,9 forintra emelkedik, a benziné változatlan marad, literenként 692,9 forintot kell fizetni érte. Július végén, amikor a kormány a magánszemélyekre szűkítette a literenként 480 forintos ársapkával tankolók körét, 1 liter gázolaj még csak 737,9 forintba került. A mostani áremelés azt jelenti, hogy rövid időn belül 3,8%-kal drágul a piaci áras dízel.
Felsőnyéken 55 millió forintot megközelítő összegből újulhatott meg a temetői dombon álló Szent László király katolikus templom. Az újraszentelés alkalmával a Pécsi Egyházmegye püspöke Felföldi László celebrálta a szentmisét a tetőcserén és homologozat felújításon átesett templomban. Úr legyen veletek! Felföldi László a Pécsi Egyházmegye püspöke celebrálta azt a katolikus szentmisét Felsőnyéken, amelynek keretében újra szentelték a külsőleg felújított Szent Lajos király templomot. Nagyon sok templom várja, vagy folyamatában van a megújulás. Természetesen ehhez rendkívül fontos az állami támogatás, és az egyháznak saját lehetősége nincs, saját kerete minimális, de mindenütt azt tapasztalom, mint ahogy itt is, hogy a hívek, a falu, az önkormányzat a maga lehetőségeivel támogatja, erősíti, és így egyre több templomot meg tudunk újítani. A temető mellett álló, 15. századi falakra épült templom felújítására a Magyar Falu programban elnyert támogatásból került sor. Az 55 millió forintot megközelítő összegből kicserélték a tetőt, a fedélszéket, felújították a külső homlokzatot és az épület vízelvezető rendszerét is. Az ukrán-magyar határszakaszon 7055 ember lépett be vasárnap Magyarországra, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 10112-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 465 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az országos idegenrendészet főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért írták. Vonattal 545-en, köztük 170 gyermek érkezett az ukrajnai háború elől menekülve Budapestre, tudatta az ORFK. Regionális híreink következnek. Menesztették a Régit, új vezető a pécsi közterületeseknél, rendkívüli közgyűlést tartottak Pécsen. Életet mentett a komlói iskola őr, országos elismerésben részesítette őt a rendőrség. Néprajzi kincs, a Balaton közelsége, fejlesztések, turisztikai központtá válna a Somogy megyei Buzsák. Új vezetője van a pécsi közterületfelügyeletnek, erről döntött rendkívüli ülésén a Baranyai megyeszékhely közgyűlése pénteken. A képviselőknek azért kellett megválniuk az előző vezetőtől, mert nyomoz ellene a rendőrség. A városvezetés szerint mindenképpen meg kellett hozni ezt a döntést. A polgári oldalon azt mondják, meg kellett volna várni, hogy zárul a nyomozás. Érkeznek a városi képviselők a közgyűlési teremhez péntek reggel. Rendkívüli ülésre hívták össze a testületet. Zárt ülésen döntöttek a pécsi közterületfelügyelet új vezetőjéről. Mint ismert, a régi vezetőt hivatali visszaéléssel és hivatali kötelesség megszegésével gyanúsította meg a rendőrség. A nyomozás még tart, ezért még nem lehet tudni, hogy valóban bűnös vagy sem. Ez aggályossá teszi a döntést, mondja a Fidesz frakció vezetője. Tudomásunk szerint semmilyen más egyéb ok, mint ez a bizonyos tény, hogy elindult vele szemben egy büntetőjárás, ez vezetett oda, hogy meg kellett hoznunk a felmentési döntést. Tehát, hogyha ez az ok, ez megszűnik és valótlanná válik, akkor ugye gyakorlatilag az ő munkájával mindenki elégedett. Én azt gondolom a városháza, nem tudok arról, hogy lenne az előterjesztésben sem volt más egyéb indok egyébként, ami a felmentési célozta volna. Új vezetőt neveztek ki meghatározatlan időre. Csizmadia Péter szerint más megoldást is választhatott volna a városvezetés. A célra vezető lett volna, hogyha egy átmeneti döntést hozunk az új vezető szeméről, akár a jelenlegi állományból, akár, mint ahogy most történik, az egy külső szereplő bevonásával, de átmenetileg a büntetőeljárás lezárásáig terjedő időtartamra választunk valakit, és aztán pedig egy nyílt pályázaton biztosítunk lehetőséget, hogy minden arra önmagát alkalmasnak vélt személy elindulhasson, és akkor az önkormányzat tudjon egyébként egy több személyből választani, ki legyen a közterület új vezetője. Szerettük volna megkérdezni az ügyben a polgármestert is, de nem nyilatkozott televízióknak. Az önkormányzat közleményt adott ki. Ebben azt írják, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény egyértelmű. A felmentésről szóló döntést az eljárás kimenetelétől függetlenül mindenképpen meg kellett hozni. Ennek a kötelességének tette eleget pénteki rendkívüli ülésén a pécsi közgyűlés.
pécsi közterület felügyelet élére egy régi új vezető tér vissza. Schranz Richárd 2001 és 2014 között már ellátta ezt a feladatot a Baranyai megyeszékhelyen. Hirtelen szívleállásnál kellett helytállnia egy komlói iskola őrnek. Egy pedagógus lett rosszul, ami az életébe is kerülhetett volna az egyik komlói iskolában. Az iskola őr azonban újraélesztette a mentők kiérkezéséig. Az eset még tavaly szeptemberben történt. Az intézmény nevét nem mondhatjuk el, azonban azt igen, hogy a hős férfi tettéért megkapta az év iskola őre kitüntetést Budapesten. A lényeg, hogy erősen és gyorsan csináld. Egy másodperc alatt kb. Kétszer. Mintha a Stay in Alive-nak, nek a ritmusára csinálnád. Ne hagyd abba, amíg föl nem éled, vagy ki nem érkeznek a mentők. Azon aggódsz, hogy megsérül? Hidd el, törött bordával is örülni fog neked, hogy megmented az életét. Az újraélesztést mutatják be színészek az Országos Mentőszolgálat népszerű videójában. Azt, hogyan kell szívmasszást alkalmazni, ha valakinek leállt a szíve. Így tett az a komlói iskola rendőr is, aki egy tanárnőt mentett meg ezzel a módszerrel. Az iskolaépület felső szintjén tartózkodott, amikor az alsó szinten megtörtént a baj. Egy segélykiáltást hallottam, leszaladtam, benéztem az osztályterembe, és akkor láttam, hogy a pedagógus nő már fekszik a földön. Megvizsgáltam a pulzusát, illetve a légzését, mivel egyiket sem tapasztaltam, így elkezdtem az életmentést. És én közben azért felkiáltottam, hogy valaki hívja ki gyorsan a mentőket. Akkor az iskolai kolléganőm őriasztotta a 112-t, és az instrukciók alapján igazából elkezdtük az életmentést, és folytattuk, ameddig a hivatásos mentősök ki nem érkeznek. A kiérkező mentősök már az újraélesztett beteget vihették be a kórházba. Ők is elismerték, hogy sikeres volt Weiss Viktor életmentése. Igen, tehát igazából negatív visszajelzést hál' Isten nem kaptunk, úgyhogy működött a dolog, amit a rendőrség által a poliszmedik képzésen ugye megtanultunk mi iskolaőrök. Ez nagyon nagy segítség volt. A pedagógus nőt 3 napig altatásban tartották, majd felébresztették. Nem szenvedett maradandó károsodást tudomásunk szerint. Az iskola őrtettéért elismerést kapott Budapesten. Ez látható a fotókon. 2022. augusztus 15-én tudtam meg, hogy az év iskola őre lehettem. És 2022. 9. 18-án fönt az országos főkapitányságon vehettem át a díjat. Hát először is meglepett, mert szerintem azért ezt bárki megcsinálta volna azért. És nagyon örültem neki. Az eset még 2021. szeptember 9-én történt. A tanárnőnek még egy éve volt hátra a nyugdíjig, azonban a szíve hirtelen leállt aznap az iskolában. Az iskolaőrnek köszönheti, hogy visszakapta az életét. Weiss Viktor hősies tettét ismerte el az év iskolaőre címmel a magyar rendőrség. Utak újultak meg a Somogy megyei Buzsákon, az óvodát is korszerűsítették, és bölcsődét is építettek a legkisebbeknek. Ráadásul a hímzéséről is ismert kistelepülés ma már kerékpárral is megközelíthető. A községben azt szeretnék, ha Buzsák igazi idegenforgalmi csomóponttá válna. A buzsáki asszonyok is kipakolták hímzéseiket nemrégiben a település búcsúján. A hímzők azt mesélik, gyermekkor óta imádják készíteni ezeket a terítőket. A boszorkányos, a vézás és a rátétes technikát alkalmazzák. Gyerekkoromban, hát olyan 15 éves koromban már érdekelt a szomszédba. Szoktam átmenni, hogy vartak, és ott megtetszett, és akkor azóta én is csináltam. A buzsáki búcsúnak évtizedes hagyományai vannak. Sokan érkeznek erre az alkalomra más megyékből is. Mi Gelénházáról érkeztünk, Zala megyéből. Hát a férjem itt dolgozott hány éve? Körülbelül 10. Itt Lengyel-Tótiba volt egy olajkút, és most visszajöttünk egyet nosztalgiázni, mert ugye itt is lakott ő, Buzsákon, és láttuk a programot, és gondoltuk, hogy egyet kiruccanunk ide Buzsákra.
A virágos somogyi kis településen számos fejlesztés megvalósult az elmúlt években. Csak nem 200 millió forintból egy 7 férőhelyes mini bölcsöde épült, és az óvodát is felújították. A faluház épületét energetikailag korszerűsítették, és a Berek látogató központ is hamarosan elkészül. Ráadásul a környékbéli kisvasút és a kerékpárút igazi idegenforgalmi csomóponttá teheti Buzsákot. A balatoni nagyon nagy rétegi turistát ki tudja kicsit hozni a kerékpárútól és a más idegenforgalmi területekről a külső településekre, vagy a belső falvakba inkább mondjuk úgy, hiszen van látnivaló a belső somogyi falvakba is. Értem az a Buzsákot, ahol egy napot szinte teljesen eltöltett bármely vendég, közel van hozzá a Niklai Berzsenyi Múzeum, közel van hozzá a Somogyvári Zántászló emlékhely, Krisznavoly közel van hozzá, és természetesen Buzsáknak a népművészete az egy nagyon nagyszerű dolog. Úgy tudjuk, a térségi vendégjárás élénkítéséből a környékbéli szállásadók és vendéglátóhelyek is kivennék a részüket. Most pedig mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket újra röviden. Városnapja Szekszárdon, 21-en vehettek át elismerést az önkormányzattól. Közösségi főzés. Hagyományteremtő céllal rendeztek közös főzést a Tolnai megyeszékhelyen. Újra szentelés. Újra megáldották a felsőnyéki katolikus templomot. Kedden napos idő várható, kevés gomoly felhőzettel, csak elvétve alakulhatnak ki futózáporok. Mérsékelt északi szél fúj. Csapadékmentes, csillagfényes, eseménytelen éjszakára van kilátás. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!